Hát igen, szóval igazából nem is gondoltunk arra, hogy egymásért most nekünk tenni kéne. Itt vannak, mi most itt, hát ez remélem nem hangzik fellengzősen, mi most nem Illés Zoltán vagy Fülöp Sándor vagyunk, hanem két intézmény, amelyik hát próbál a fennmaradásért, a túlélésért harcolni. Mi bedobtuk a törő között, tehát nekünk ez nem sikerült. Én remélem, hogy neki sikerülni fog. Miért van ez? Miért nem fontos ennek a kormánynak ez a terület? Hát miért rendszeridegen ez a terület? Ugye miért gondoljuk azt, hogy most azonnal fel kell élnünk minden természeti kincset, aztán majd a környezetvédelem valahogy megoldódik, majd akik utánunk jönnek, valahogy megélnek, nem fognak megélni, elfogytak a természeti kincsek, elfogytak az erőforrások, új helyzet van. Eddig mindig működött, hogy amit lehet, azt éj a mának alapon behabzsolunk, aztán akik utánunk jönnek, majd megoldják. Ez most teljesen új helyzet, nem fog sikerülni. Én nagyon pessimista vagyok a jövőt illetően. De én meg nem ezt kérdeztem. 2007-ben magának az intézménynek a létrehozását a Fidesz még ellenzékben nagyon-nagyon pártolta. És akkor 2010-ben kormányra kerülve, egy ilyen ombudsmani törvényt megalkotva, és hagyva a jövő nemzedéke ombudsmani hivatalt leamortizálódni létszámilag, így aztán munkailag is, mert nyilván nem tudják elviselni azt a munkát hárman, amit eddig 40-en csináltak. Miért? Nézze, én mindig partner voltam éppen regnáló kormányok szidásában. A környezetvédő az hivatalból ellenzéki, ős ellenség, akárki is van kormányon. De hát ebben nem látok döntő különbséget az egymást követő kormányok között. Ugye én három kormányfővel, három kormánnyal dolgoztam együtt. Mindig de most nagyon... lehetetlen ült el a munkája. Ez kétségtelen most volt alkotmányozás. Ez egy politikai kérdés, ezzel a politikai felelősséggel nyilván a kormánynak, a Fidesznek kell elszámolni. Az viszont nagyon nagy baj, hogyha az ombudsmanok politizálnak. Az is nagyon nagy baj, hogyha az ombudsmanokat politikailag meg lehet ítélni. Ugye, akármit teszünk, azt nézik, hogy te jó Isten, most ez most bal oldalra húz, vagy jobb oldalra húz. Lehet, hogy csak a feladatát végzi, nem? Ez egy eretnek. Kis magyar szokás, persze, valakit kineveztek, ha kinevezte ki egy politikai csoporthoz tartozik, akkor azt már oda soroljuk. De ez megint egy másik téma. Én azt nem értem, és nem tudom, hogy ön belelát-e a fejekbe, belelát-e ennek a kormánynak a gondolkodásába, hogy miért nem fontos. Ez nem, segítek ötletelni. Nem annyira populáris téma, nem olyan egyszerű és könnyen átvihető széles tömegek felé az, hogy ne élj a mának, hanem gondolja természeti erőforrásaink kiaknázásának a lassítására, vagy az ózonjukra, vagy a mit tudom én. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy Brüsszelből megtámadtak a csúnya kapitalisták és a nem tudom még. Tehát ezen múlik? Lehet, hogy nagyon nehéz fejű vagyok, de akkor még én egy picit tódítom. Lehet, hogy nem lesz elégedett, mert nem válaszolok a kérdésre. Ennek a kormánynak volt egy Ángyán Józsefe. Ugye? Ennek a kormánynak volt egy Bencsik államtitkára, aki a Klímatudatos Önkormányzatok Szövetségének alapító tagja volt és vezetője. Fantasztikus, felkészült és környezettudatos szakemberek, hogy miért szorultak háttérbe, miért nem fontos az éppen regnáló kormánynak a környezetvédelem ügye, hogy esetleg ennek a szavazat vonzó ereje esetleg miért nem, hát valóban, miért nem, ugye kétféle döntéshozó van. Az egyik ők, a hivatalnokok meg a politikusok, a másik maga meg én, a választók meg a fogyasztók. És az a baj, hogy ezeknél a döntéshozóknál is nagyon rosszul áll a szénánk. Szavazat vonzó ereje a környezetvédelemnek ebben az országban még nem nagyon van. Hát ez nagy baj. Aztán még valami eszembe jutott esetleg, hát ugye a környezetvédelem az nagyon sokszor szembe megy különböző gazdasági értekekkel. Legyen az egy beruházás, legyen az egy jelenlegi cégnek a működése, legyen az a génkezelt, manipulált termékek előállítása, amiben sok-sok-sok pénz van. Nem lehet, hogy itt van a kutyus elásva. Tehát, hogy nincs szükség egy akadékoskodó ombudsmanra, aki itt a jövőt védi, miközben élj a mának, aztán szakíts ma nagyot. Hát nézze, ez egy sikerindikátor, tehát vannak hasonló életek, voltak, mert egyik sincs már
életbe. Hasonló intézmények a világon, New Jersey-ben, Izraelben, más helyeken, és olyan 3-4 évnél egyik se élt tovább. Ugye, ha mi 4 évnél tovább húztuk volna, akkor már kezdtünk volna gyanúsak lenni, hát ezek nem védik a környezetvédelmet. Valóban rengeteg ellenséget szereztünk magunknak, kiemelkedő gazdasági hát beruházásokat furtunk meg, mert úgy gondoltuk, hogy mondjuk például Pest egyik utolsó egybefüggő zöld területe, katonai létesítményt furtunk meg, amiért nem biztos, hogy mondjuk kormányzati bertekben, bár ez még az előző kormány alatt volt, de mondjuk hát nem hiszem, hogy a Honvédelmi Minisztériumban úgy hát minden nap belefoglalják a napi parancsban a mi nevünket. Szóval hát a környezetvédő az valóban hát pupa háton, tehát ez sajnos így van. Jó volt az, és oda kéne visszatérni, hogy az ellenzéki és a kormánypártok egy ponton, egy áldott pillanatban meg tudtak állapodni, hogy erre a pupra mégiscsak szükség van. De hát amint lehet, lerázták magukról, ez ténykérdés. Amikor erre megvolt ugye az alkotmányozás folyamán a lehetőség. Az, hogy ellenzéki kormánypárt, olyan mindegy, hogy arról beszélünk, hogy kinek van gyereke, és ki szeretné azt, hogy a gyereke, annak gyereke, annak gyereke, és annak gyereke is egy élhető világban, és egyáltalán tudjon élni ebben a világban. Szóval itt jobban át kéne gondolni a pupokat, az biztos. Például most az jutott eszembe, hogy mit tud Paksról? Paks bővítéséről. Tehát egy ilyen fontos, ami aztán tényleg meghatározza az életünket hosszú évtizedeken át. Atomenergia, alternatív energia, föld, levegő, víz, vagy atom, vagy szén, vagy gáz. Mennyire van-e ön ebbe, vagy volt ebbe belevonva? Elkezdtük piszkálgatni a kérdést. Talán önmagában ez az egy is elég lett volna egy intézmény megszüntetéséhez, hát hiszen hatalmas. Valóban 1000 milliárdokról van szó, óriási üzlet, de nem hiszem egyébként, hogy ennek úgy közvetlen közele volna. Nagyon sok megbeszélésen vettünk részt, mi is hívtunk össze. Az a helyzet, hogy még a legelvakultabb környezetvédők sem mondják azt, hogy csak napelemből és szélkerekekből meg lehet oldani az ország energiaháztartását, energiaproblémáit. Nyilván kell a gáz, mert rugalmas, nyilván kell valamennyi nukleáris energia is, talán még szén is, hogyha megfelelően kezelik a levegőszennyezést, de az, hogy egy ágazat halálra nyerje magát, és csak ő és minden más versenytársa letűnjön a pályáról, hát azt mi nagyon elleneztük. Ugye iszonyatosan csak abban reménykedhetünk, hogy nem lesz rá az országnak pénze, különben előfordulhat az, hogy 30-40 év múlva is még nyögjük a kamatokat, és praktice egy halomócska vason fogunk ülni, ami ráadásul rendkívül veszélyes. Tehát így azért a kiegyensúlyozottabb álláspontot képviseltük ebben az ügyben, most már nem képviseljük. Mit fog csinálni? Én ügyvédkedni fogok, környezetvédelmi ügyeket viszek, tanítok. Köszönöm a kérdését, ez egy nem személyes döntés volt, de nem lesz nekem rossz. Ezt nem öntől kellene, hanem személyesen az illetőtől megkérdezem, de akkor feltételezem, hogy hasonló cipőben jár a kisebbségi ombudsman is. Hát a dolog szerkezete ugyanolyan. Tehát itt megint ugye felmentettek, behozzák a bordásfalat. A kisebbség ügy sem olyan, amelyiket szépen be lehet sorolni a tornasorba, és aztán majd magától érvényesül. Ott is támogatás, méghozzá nagyon sok többlettámogatás kellene, ahhoz, hogy egyáltalán a kérdés látszódjék, egyáltalán legyen megoldásra remény. Neki is 3 munkatársa maradt? Én azt hiszem neki 4. De aha, valahogy körbe ugyanúgy állt, mint én, így nem nagyon lehet eredményeket elérni, és hát igaza van, amennyire én, ugye nem vagyok a kérdésnek szakértője, de amennyire én látom, egy nagyon fájdalmas problémáról van szó, aminek lezuhant így az egyik nagyon komoly védelme. Így van. Hát akkor a következő, életének következő időszaka kezdődik. Sikert, meg mindent, meg jó munkát. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.